srácok. Ez jelenleg egy beta játék. És a Disney Speedstorm. Ami egy arcade hero-based versenyjáték. Vagy hogy lehet ezt jól megfogalmazni, nem tudom pontosan mi ez a zsáner. Amikor így kocsikkal mentek egy pályán, és képességeket tudtok nyomkodni. Vagy fölvenni a pályáról. És a karakternek is van képessége. És rögtön az arcomba nyomják, hogy starter pack, menjünk. Esik. Starter pack. Golden pass. Van benne golden pass, meg starter pack. Donald kacsa. Tessék, mulános karakterrel is lehet nyomni. Haha! Vegyél coint, haha! Tessék. Ott van. Coinok. Buy item. Ajaj. Nem tudom ezt miért csinálta a játék, hogy rögtön az arcomba nyomta a shopot. De hogy így alapvetően ez egy olyan játék, mondom még egyszer, hogy így mész a kis versenyautóddal, amiben benne ül a kis hősöd, és veszel fel a pályán gyorsítókat, ilyen fagyasztó cuccot, különleges támadási, különleges fegyvereket, amivel a többieket tudod hátráltatni, hogy te legyél az első. Disney és Pixar hősök lesznek egyébként benne, és elvileg a karaktereknek különleges képessége vannak. Igen, tehát Game Loft játék, tehát ők azok, akik csinálták az aszfaltokat a telóra. Bizony. Card Gaming? Ó, köszi. Na, Season Reward. Jó, valószínűleg ezeket még nem tudjuk megnézni, mert hogy... nem néztünk még bele a shopba, mármint hogy a játékba. Ez egy Friday elszólás volt. A streamer mód van, ez már menő egyébként a Disney-től. Nyomjuk. Starter pálya. Chapter 1. Egy egérrel kezdődik minden, és négy ilyen tutorial chapter van. Combat Racer. Cityscape. Na, srácok, a kék fizetőeszközt, amiből, ahogy láttam, a coinokat is lehet venni, amiből így, hát nem tudom. Na mindegy, szóval a kék fizetőeszközt úgy lehet szerezni, hogyha ilyen challenge-eket teljesítünk. Top 3, vagy hogy befejezzük egyáltalán a versenyt, vagy hogy 5 vagy annál jobb pozit szerzünk. Üdv mindenkinek közben. Mert kontrollerrel fogom amúgy nyomni. Hogyha sose játszottam még korábban versenyjátékkal, akkor érdemes bekapcsolni az asszisztált steeringet. Mehet. Sose játszottam. Jól van. Sose játszottam még versenyjátékkal, úgyhogy mehet. Jó, szóval itt lehet bekapcsolni, megnéztük, nem kapcsoljuk be. Majd bekapcsoljuk, hogyha noobok vagyunk. Egyelőre még nem érzem magam noobnak. A Mickey Mouse különleges képességet akkor fogjuk feloldani, hogyha két csillagot összeszerzünk. Mármint, hogyha két csillagos lesz a Mickey Mouse. Tehát hős szintek is vannak, ajaj. Jó, kik vannak még itt? Balu. Mowgli. Akkor ez a Mowgli, nem? Li Shang. Mulan. Donald kacsa. Herkules. Jack Sparrow. Elizabeth Swan. Meg. Uh-huh. A bestia. Belle. Haha!
Mehet. Haha. Van valami upgrade is itt, ahogy látom, valami materiált kell gyűjteni. Ez a sok currency, sok karakter, csillag, meg ilyen, ez most így elsőre nagyon bonyolultnak tűnik, srácok. De csak valószínűleg elsőre. Ez egy kicsit hangos. Szerintem rosszul emlékszel, Joker. Nyomom. Aha, tehát, hogy... figyelni kell az indulásnál, hogy hogyan nyomom a triggert. Lehet boostot kérni, ami ott látszódik egyébként fölül. És skillt is lehet nyomni. Jézusom! Aha. Kanyarodás közben lehet driftelni. Rádobtam egy aknát a másik játékosra. Ó, nem is arra kell menni. Hoppá, hát ez gond. Azt kell. Na majd, amikor playerek ellen játszok, milyen jó lesz, nem? Valami pajzsot kaptam, ahogy látom. Nézd meg! Ilyen erőszakos. Ugi. Hát ők hogy ilyen gyorsan? Ezt a kanyart legalább jól be tudom venni. Ez a második kör. És mindjárt a célba érünk. Oda néz. Azt hiszem lassan szükség lesz arra az asszisztra. Á, első kör. Ez easy. Szia, jél, láttalak a konon, ha még nem volt róla szó, elmondod hogy neked, hogy tetszett, pozitív vagy negatív volt. Hát volt minden is, de főleg pozitív volt. A digicesek miatt örültem, hogy ők is ott kint voltak, hogy így meg tudtam nézni, hogy mi újság velük. A Talent Studio miatt, meg hogy találkozhatom veletek, meg a Cinema City-s stand, ami így adtam. Nekem legalábbis. Eddig 100%-os a win rate, így van. Pirátus, bye. Aha. Hát menjünk tovább. Nyomjuk végig a tutoriát, aztán majd megnézzük, hogy miket lehet csinálni. Szóval, nekem tetszett amúgy a kon. Comic-Con. Sikerült nagyon jól indulni. Köszönöm szépen. A Cinema City squeeze-eknél amúgy. Jól van. Szerintem 10 squeeze-ből egyszer sikerült felkerülnem. Az első 5-be. Öt választ tudtam sorba. A 10 kérdésből egyébként 9-re tudtam a választ, 1-re nem. És sajnos nem voltam így benne a top 5-ben. De az nagyon király volt. Oké, okay, az elsőt egy kicsit megszivattuk. Persze! Balra vagy jobbra, nem is tudom. Többször kéne nyomni amúgy a boostot. Hát
Hát de megerőznek, hát ez hol? Csaló. Csaló enemy. Na jó, ezt megnézzük, srácok, mi van itt. Érdekes, érdekes, hogy ők sokkal gyorsabbak, érdekes. Még a levegőbe meg is löktek. Jézus! Úgy érzem, itt nem lesz meg az első hely. Oké. Két alkalommal volt a nevem, komolyan? Na basszus. Látásról ezt is úgy építették fel, hogy non-stop nitrózni kelljen. Ja, de nem lehet mindig elnyomni a nitrót. Fönt nem engedi mindig, hogy használjam, csak akkor, hogyha föltöltődött egyszer, ha jól láttam. Köszi, köszi. Adnám, ha Disney zenék lennének feldolgozva a versenyek alatt. Szerintem Disney zenék vannak a játékban, csak ez a streamer mód. Tehát, hogy szerintem van amúgy. Congratulation! Kaptál egy lootboxot! És a lootboxban van egy... Hollandia lájkolja. Valami, meg egy sárga, narancssárga szín. Egy racing flaget kaptunk, ami egy materiál, és egy kártpártot, ami Mickey and Friends-es narancsszín. Aztán. Oké. Okay. A pálya tele van meglepetésekkel. Válasszuk ki a reward note-ot, igen, és akkor mutatja, hogy mi az, amit még meg lehet szerezni. Oké. Okay. Medálokat kell gyűjteni. Szuper. Köszi szépen az infót. Top 3, drifteljünk 3 szeket, drifteljünk 6 szeket. Tehát, hogy itt fontos lesz a driftelés. This race is a tough one. Na, azt mondja, hogy ez így nem lesz jó, tehát fejleszteni kell a karaktert. Szerencsére kaptál egy upgrade materiált. És van elég ahhoz, hogy kettes legyen Mickey Mouse? Mehet. Gondolom én, hogy kettes. De most level 2 vagy 2 csillagos? Tessék, level 2. 2 csillagos Mickey esetén tudjuk használni a különleges képességét. Szerezzünk még több upgrade materiált, hogy fejlesszük a részszert. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Full aszfalt jelenték, csak nem valós autókkal nem esik. Nekem az aszfalt gémek amúgy nagyon tetszettek, srácok. Szevasz, Zolcsi. Ja, te itt voltál eddig is. Azt hittem. Ja, hogy te lájkoltad. Azt hittem, hogy ez egy köszönős imót. Hát nem a legjobb indulás, de azért... Mi van? Ja, látom, tehát hogyha hátra nézek, akkor hátrafele is tudok képességeket nyomni, hát már ezt... Jézus, hát olyat biztos nem fogok nyomni hátrafele képességet. Ő meg ott ugrágat. Hagyjuk már. Jó. Hát a nitro. Nagyon jó. Final lap. Oké.
Halló? Nyomom, nyomom, srácok. Haha! Hú. Ekkora sebességgel is kanyaroknál hátra nézni. Kész. Kész a challenge, srácok. Mint három challenge. Valaki amúgy biztos képes arra, hogy még hátra is nézzen. Nagyon jó, hogy írja, hogy steering assist van, de nem lehet ezt csak úgy bezárni, köszi. Hát tudod, hogy miért lesz, miért lesz ez egy nagyon költős játék? Guardrobe, a csillagok miatt. A karakterállók és a csillag miatt. Nem tudom még a csillagok amúgy mit tesznek lehetővé. Az aszfalt is ilyen, én már rég játszottam velük. Legalább, hát 10 éve biztos, gyűrtem őket a suliba, az rémlik. Remélem nem csak kontrollerrel, hanem kormánnyal és pedálokkal is nyomható, ez jól. Hát, szerintem nem amúgy Zolt. Biztos lehet nyomni, de nem hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon kormánybarát játék. Na! Kettő csillagos versenyzőnek elérhető a különleges képessége. Fel kell húzni a csillagokat a versenyzőknél, és akkor állokolni lehet a képességeiket. Jó. Azt mondta, hogy próbáljuk ki. Van valami crew is, amit még nem tudok bizgatni. Check skills. De nem is megy ez a gomb, hát nyomom. Egérnál kéne rányomni? Értem, hát köszönöm szépen. Ez nem működik. Béta, még béta srácok. Jó. Gas Tracer. Tehát most ki tudjuk próbálni, hogy milyen egy kétcsillagos karakterrel játszani. 15-ös szinten. Magyarország kormánya diszlájkolja ezt, hogy nem kormányban. Szevasz, Pepe. Herkules! Hogy pózol, azt láttátok? Jó, ez egy nagyon jó start. Nem akarok hátrafele képességet, ami hagyjál már békén. Akkor se akarom. Itt mi volt a különleges képesség, srácok? Egy madár előre ment, ahogy látom. A csík, amit húzott, boostol, szerintetek, aha. Aha, látom. Ja, látom. Aha, tök jó. Akkor menő ez a Herkules. Az a bumerang, ez nagyon nem csinál semmit. Előre küldtem egy kavicsot. Hoppá. Ezek a botok olyan indokolatlanul mozognak, már ne haragudjatok, srácok. Oda néz. Herkules első.
Drift Boost. Hát, ja, olyat nem csináltunk. Micsoda game ez, és még nem is hallottam róla. Azt hiszem 8-a óta lehet nyomni. Free reward ready to claim. Ajaj, free rewards. Ez, nyomom. Lootbox, ja hát kéne driftelni. Amúgy egyet nyomtam, vagy kettőt. Kaptam valami spoilert. Miki és a barátai. Ipsum 7 kötőjel 46, és Miki és a barátai, gondolom az a kocsim. A Good VD UI. A két racing flag. Oké. Okay. Ötödik pálya, Cup Runners. Mickey Mouse. Mert a level 3. Top speed. Na, így most a top speedünk változik. És mit lehet csinálni a kocsival? Na várjátok, ott van. Crew. Na, a crewnál lehet majd berakni... Ez Goofy? Alvin és a mókusok. Na, az nem tudom kicsoda ott, de valami majom. Oké, okay, hát az a helyzet, hogy nem tudunk még senkit se berakni. Go to shop, azt mondja. Pluto? Ah. Szevasz, pocó. Jó, hát akkor meg is lehet nézni, hogy ki kicsoda. Horace, Horse, Collar. Aha, biztos. Morty és Ferdi, vagy kicsoda. Gus. Pedro. Lara Bell Cow. Jó, az a helyzet, hogy én nem néztem ilyen meséket, úgyhogy nehéz. Ó, ez egy legendás barát, nézzétek csak a... És ott mutatja, hogy ki milyen statot ad, csak éppen takarom itt a székemmel, meg a fejemmel. Jó. Csak az a helyzet, hogy a crew az még nem elérhető számunkra. Customizálás. Tehát lehetne Mikinek amúgy ilyen a true classic ruhája. Na. Na, én ezt szeretném. Hogy le... Oké. Okay. Wings. Ez a shopot nyitotta meg, az normális? Hát ezt rögtön felcsapjuk, de mielőtt még ennyire felcsapnám, még színezni is tudom. Azt nézzétek. Mert a sárga színre, ha már állokkoltuk. Wheels. Na, most elvileg ez a starter van, de állokkoltuk a Good VD UI-t, ami, hát nem látom, hogy is statba változtatna, de külsőre máshogy néz ki. És ez is legyen sárga. Plate. Plate-ből csak ez az egy van, a body-ból pedig, hát a body is lehet sárga, azt a. Plusz 30 lóerő. A kérdés az, hogy a színezett keréknek lesz-e színezett drift effektje? Menő lenne. Ready for anything? Na várjunk. Tehát, hogy ez a kártunk, és itt van. Common power up. Na jó. Na itt van. Kettes csillagnál megkapja a különleges képességét a karakter. Hármas csillagnál longer duration, négyes csillagnál még longerebb a duration, és ötös csillagnál pedig ultra very big duration, értem. Tehát akkor akinek nagyobb csillagos a karaktere, annak durvább lesz a különleges képessége. Jó, arra kéne rájönni, hogy hogyan lehet csillagokat szerezni, mivel ott egy lila cucc a csillag alatt, hát gondolom, hogy olyat kell szerezni, olyat. És akkor azzal lehet a csillagokat húzni. Jó. Azt mondja, hogy shardot kell szereznünk. Na jó, és hogy kell shardot szerezni? Hűha. A.
Meg kéne érteni ezt a shopot, srácok, azon kívül, hogy season pass-t veszünk. Starter, van starter pak, majd 500 ér, és akkor abban van egy kétsillagos Donald kacsa. Na, és hogyan szerzünk shardot? Azt mondja, hogy szerezzünk shardot, de én itt csak a shopba vagyok, és így nem értem, hogy mi van. Így. Ez egy skin, ez nem az. Na. Miki és a barátai, tehát valószínűleg jó helyen vagyunk. Ennyi. Na már, na. Jó. Csak a... Szerintem ez gacsa és csak pakokban. Jó, de ha a shopba irányít minket, akkor nem úgy kéne ide irányítani, ahogy tudjak is venni ilyet? Nem? Season coin. Tudnék venni season coint, amit nem tudom, hogy mire kéne elkölteni. Na, tessék, itt van. Universal box. Na. Na, itt van. Itt van. Na, itt van, srácok. Tehát ahhoz, hogy nyissak 5 boxot, ahhoz venni kell 12.000 olyan seasonal kreditet, vagy 3.000-et, tehát mindegy. És az... Most van nekünk 400. Jó, még ilyet nem csinálunk. Nem tűnik megérősnek a dolog egyelőre. Nyomjunk még. Rakan. Hú, de gacsa, ugye? Ugye? Egy fagyiba fogadok, hogy lootboxba lesik. Igen. És ez most már playerekkel nem van, srácok? De nem akarok charge-olni. Oké, sikerült. A drift boostot szerintetek hogy lehet összehozni? Drift közben nyomom be a boostot? Ennyi? Oké. Hát ez nagyon szuper. Elgátó. De jó. Most valakik ott ilyen izé különleges részen mentek, ilyen csúszkálós résznél. Megnyertük, srácok. Use manual boost. Ha játszottál a Crash Team Racing-el, ugyan annak a mechanikának tűnik, majd ugyanannak a mechanikának tűnik, gyorsabb vagy a folyamatos drifttel. Aha. Nekem ezek a kártjátékok így kimaradtak. Talán 20 éve játszottam utoljára ilyennel. Trickster. Ez micsoda? Ó, Jack Sparrow-val tudunk játszani? Tessék. This is a Trickster. Extra boostot kapunk a driftből, azt mondja. Ez egy 20-as karakter. Milyen jól néz ki a pálya?
Szerintem amúgy minden pályának megvan a téma zenéje, csak ugye itt most ezt nem kapjátok meg, mert streamer módot nyomok. Nagyon jó volt az indulásunk. Hoppá. Milyen kardjaim vannak? Hoppá. Némi hibák ad érzek itt a karakterenktől. Na, most majd jó lesz. Olyan, mintha a drifttel is boostolna a karakter. Mi lehet ez a csavarkulcs? Valaki valamit rám nyomott. Milyen darálója van a karakteremnek amúgy. Muszáj, hogy boostoljunk egyébként. Mert amúgy nincs sebessége a karakternek. Na? Ó, nem sikerült. Ezt nem csináljuk meg még egyszer. Ja, nagyon jól néz ki amúgy a játék. Oda néz. Piros színt kaptunk a kocsinkhoz. És jól látom, hogy krúsárdot. Akkor még mielőtt itt... Azt mondja, hogy 6 medál kell a kapu kinyitásához. Állokkoltunk egy crew membert, zsír. Race condition level 4. Jó. Igen, értem, fejlesztenünk kell magunkon. Megvan a level 4, és még most már óra is kell ahhoz, hogy még tovább fejlesszük a karakterünket. A crewnál be tudjuk rakni Gas Goose-t. És ahogy látom, neki is vannak ilyen sárgyai, tehát accelerációs bónuszt kapunk. Többet is. Az a baj ezekkel a játékok, hogy én 20 perc után megunom, hiába van 1000 karakter, a gameplay ugyanaz mindegyikkel. Hát... Valaki szereti amúgy ezeket. Mondjuk én inkább tudom elképzelni azt, hogy ezt így a haverokkal mókás nyomni, mint hogy sem egyedül így grindoljak. Village. Na most a saját karakterünkkel vagyunk, nem a guest-tel. Oké, nem tudtunk a leggyorsabban indulni, de azért gyorsak voltunk. Fú, ez a képesség idegesítő. Ilyenkor még be lehet hozni szerintetek? Egyszer eltalálnak minket ilyen hülyességgel? Amúgy be kéne tudni, hogy hozzuk.
Értem. Értem. De miért van itt az első előttem, hogyha olyan érzés volt, mint hogyha utolsó lennék? Ott fel kellett volna ugranunk. Értem. Én nem tudom, srácok. Többiek úgy száguldoznak. A vége előtt meg lelassult az enemy. Az furi volt. Na megcsináltuk a chaptert. Szerintetek scriptelt? Na. Alarm clock. Tehát akkor tudunk fejlődni még jobban. Elizabeth Swan. Hoppácska. Kaptunk sárdokat. Tehát akkor nem is karaktert kaptunk, csak egy sárdot hozzá? Ja, azt hittem. A többiek mindig hasítanak, de utána hagynak nyerni. Olyan fura volt, nem? Igen, készen állunk a chapter 2-re. És még mindig lehet nyomni az egyet, hogyha medálokat akarunk szerezni. Köszi szépen! Mehet. Na, itt az a feladat, tehát az a kötelezettség, hogy meglegyen Elizabeth Swan. Megsajnált az enemy? Egy csillagos. Ő egy védekező karakter. Jó. Na, mehet. A Gameloft AI lényege, hogy folyamatosan körülötted tartja a többi szerencsétlent, ha megvan az erőszintet, ha nincs, akkor ott hagynak a francba. Á, értem. Olyan fura is volt. Hát nem tudom, hogy sikerült indulni, de azért törekedtem a jóra. Van valami medúzám. Láthatatlan vagyok. Neki is medúzája van. Double boost, azt mondja. Ez az. De így megelőztek akkor is, hiába ezen a különleges útvonalon mentem. Ez az.
Ott vannak a csápok. Ez lovacskának való játék akkor. Ezek szerint. Itt már nagyon fura nevű emberek vannak. Ez biztos, ezek biztos, hogy botok srácok? Ezek most playerek vagy botok szerintetek? Én már nem tudom eldönteni. Botok? De ilyen ázsiai nevű volt. Ezek botok mint? Ha. És megint hagytak megnyerni. Na hát látok, hagytak megnyerni. Ja, azért van ilyen nevük, hogy a kezdőjátékosok azt higgyék, hogy jó játékosok ellen. Ja, értem. De hát hagytak nyerni a végén. Hát, hogy az ember szívesen szeret nyerni. A veszítéssel is úgy el van, hogy majd legközelebb jobb lesz. De a legrosszabb dolog, amit tehet egy játék, hogy mutatja azt, hogy hagy nyerni. Hagytak nyerni. Starter map. Jó, bármikor ide vissza tudunk jönni. Jó. Ez azoknak készült, akiknek nem tűnik fel, hogy hagyják őket nyerni. Hát jó, de ez elég szörnyű. Na, kaptunk sárdokat Mickey Mouse-hoz. Meg kocsiskint. Na, mehet a kövi. Na, valami speedstert kaptunk. Bellét. Na. Itt minden a sebességről szól. Hát. Főleg, hogy köré teszi végig mindig, miközben ott hagynád őket, aztán még nyerni is hagynak. Ez borzalom. Ez borzalom. Mikor lehet PvP-zni szerintetek? Tehát, hogy látjátok, még konkrétan meg is tolnak a kocsival, sokkal gyorsabb kocsiuk van. Kaptuk mind hárman. Valaki föl tudott menni. Ez nem tudom mi, de valamit nyomtam. Próbálj utolsó lenni challenge. Jó, megyünk jobbra. Lángolok, srácok. Jó, most valószínűleg nem fogok nyerni. Oda néz. Azt én csináltam. Mi? És megint hagyja, hogy nyerjek. Hát esküszöm, mindjárt kilépek. A Csaló Gameloft AI koncepciója mögött az az irányelv, hogy elkerüljék az unalmas rajtcél győzelmeket.
Nem hagyod, benyomtad az ultidat. De hogy, amúgy nem tudom, mit csinál az ultim, de mintha semmit nem csinált volna. Szeretek autós játékokkal játszani, de ez borzalmas. Na, mi amúgy a képességünk? Jaj, ne. Szekrényeket rakott le az ultim? Ja. Amúgy szélesen megtudnám, hogy mi az ultim. Na. De hogy olyan, hogy kell megnézni? Start rész van itt. Enchanted Mirror a képességünk. Guest részelni nem lehet? Kár. Na. És ez egy különleges irány. Jó, menjünk erre. Trail of Roots. Stay in the air for 3 seconds, meg 6 second. Jó, hát akkor ugrálni kell? Elizabeth Swan. Mehet amúgy Mickey. Valós játékosok ellen lehet már csak élvezetes ez a game. Hát jó, csak hogy fogunk valós játékosok ellen menni? De király voltam. Hallottam Donát kacsát. Itt egy medúza. Nagyon húhá van. Én a dzsungel zene? Volna ott elugrani. Nyomom. Elraktuk a shieldet. Csomóan eltaláltak valamit, azt nézem. Valószínűleg az AI a shieldemmel nem kalkulált. Mit mondtak? Az benne lehet? Oké! Jó, hát akkor nem szóltam. Megint hagyták, hogy bemenjek. Tehát, hogy amikor rajtam volt a shield és én átmentem a tűzön, az mindenkinek fájt, kivéve nekem, aki shield volt. És ott kapta mindenki. Úgy jól érzem, hogy a Mickey Eggert teleportációja autópilóta? Hát igen, szerintem igen. Mert hogy így most is behozott minket a dzsungelbe. Ez a játék nagyon hasonlít a StarCraftra, leszámítva pár apró különbséget. De amúgy igazad van. Igazad van. Ebben abszolút igazad van. Irány a Pro League? Ajaj.
Ajaj. Na, Karib-tenger kalózai, kocsi skin. Jó. Mickey Mouse, at your service. Mickey Mouse, haha. Level 5, ding ding. Level 6, ding ding. Na, most mindenkit megalázunk. Jó. Corsair Lair. Ó, ez egy corsaires pálya. Na, tessék. Sponzi barlang. Ez az. Ez az. Egy kapta. Na nézzük ezt az autopilotos dolgot. Nem tudom amúgy. Ez amúgy... Esküszöm, mondom, ez az utolsó. Hát tényleg. Hát, hogy... Indokolatlan gyors az enemy. És hagynak győzni. Hát, hogy... Amikor belém jönnek, konkrétan tolnak. Mint hogyha kétszer gyorsabban mennének. Aztán. Jó drift kell a Mickey Mouse-a? Aha. Oké. Micsoda harc megy amúgy? De jó hangja van, amikor itt megyünk van. Japjam, szia! Jaj, megint hagytak bemenni. Na jó. Jó. Hogy a fenébe lehet PvP-t nyomni? Rend rész unlocked. Hála a jó Istennek! Hála a jó Istennek! Már majdnem azt mondtam, hogy ez egy fos így. Hála jó Istennek, lehet playerek ellen menni. Nem is érdekel, hogy mit dobtatok. Na, automatikusan szinteződött a karakterünk. Trailblazer. Musical Speed Boost. Értem. Felgyorsítunk másokat, jól értem? Tehát ez egy ilyen support karakter. Kollekciós level 1, ami nem tudom mit jelent, de kollekciós. Currency. Na jó. Hogy lehet térre kell nyomni. Ez az, elimináció. Ez nem, ez már egy másik játékmód, de akkor ez most már playerre kell emelni, vagy ki kell lépnem? Online quick races. Ez az. Ez lenne a ranked. Ranked races csak hétvégente. Jó, akkor még egyet megyünk. Eventek. Na, kaptam valamit. Valamiért. Vannak challenge-ek, na, tessék.
Most mit fogunk csinálni? Na, akkor szombaton találkozunk? Ez single player-re ment? Jó, lenyomunk egy ilyet, aztán mehet a... De jó! Best game, végre egy autós játék, amivel tudnék nyerni. Az sose jó érzés. Hát amikor... Amikor társasba is például hagynak nyerni, szerintem az szörnyű. Jaj, elfelejtettem jókor benyomni. Na nézzük. Nem tudom, így ugyanolyannak tűnik nekem a dolog. Amúgy gárdob. De jó! Sziasztok, ez PC és Xbox? Nem, nekem van PC-m, PS5-öm, 4-em és Switch-em is. Valamit nyomok. Busztolom a csapattársaimat, srácok, nagyon jó, nagyon jó. Uhú! Ja, hogy a játék? Én PC-n játszom. Wow, beértünk elsőnek. Wow. Wow, azta. Még a challenge-be is be lehet érni elsőnek. Azta. Tehát, hogyha nyomod a sebesség gombot, és néha nem mész neki a falnak, akkor lehet nyerni. Wow. Na jó. Azt mondtátok, hogy van online valami. Ó. Oh. Na. Ez akkor online? Ez az? Ez akkor klasszik. Ez jó. A többi event lehet, hogy online. De azt hol látjátok, hogy online vagy sem? A klassziknál? Ja, amúgy nézzük meg ezt. Amúgy az, mint a CTR, csak ott nem hagynak nyerni, de az AI ugyanazt csinálja, amikor legyorsul. Az Emperor's Dude az online. Ott a kékkel, mert kékkel ott van bal fent, hogy tetyák vagy emberek. Ja, látom, látom. Ó, köszi. Top 100, top 250, ez nem tudom. Ja, ja, hogy ezek a jutalmak. Top 50 ezer. Amúgy... Herculesnek egy jó skin. Hát amúgy. Hát na, gáz, gyorsítás, ja, igen, igen. Ja. Akkor ezek playerek, remélhetőleg. Na, ez amúgy így érződik. Ja, hogy itt csak más az irány. De úgy ugyanarra megyünk. Ja, jól van. Azt hittem, hogy hátrafele is megyek ilyenkor. Jaj. Oké. Okay. Na, ezek már biztos playerek.
Félek. Jaj, de jó ez a Mickey Mouse különleges képesség. De jó. Gyorsultak. Félek. Én mindjárt kapok valamit. Hendrix, te szemét. Ó! Oh. Ne! Ott is van! Ott is van! Ki ez a PvP gád? De csak zárt béta van. Srácok, ha kértek hozzá... Tehát kértek hozzáférést a Steamen, azonnal kaptok. Ez gyakorlatilag egy Disney Mario Kart? Aha, igen, igen, Szakszó, szevasz. Biztos, hogy PvP volt? Ez biztos PvP volt. Mármint, hogy nekem annak tűnt, srácok. Bár Elgato megint itt volt, úgyhogy gyanús. Elgato szerintem ő bot. Szóval, hát nem tudom. Golden Pass, level 2. Klaimolom gyorsan. Én nem tudom, ilyen Clay mod, de nem történt semmi. A pozícióm 37. Sok játék csinál vegyes matchmakinget korán, hogy ne legyél utolsó. Aha. Vajon autófejlesztési szintet figyelembe veszi, mikor összesorsol? Szerintem nincsen autófejlesztés. Tehát, hogy az autód az így nem fejlődik semmit, szerintem. Háromszor lehet próbálni ezt a PvP-t. Hát nem tudom, most így menjünk-e még egyet? Nem tudom, így van ennek értelme? Nem tudom. Az a gond, hogy ezt a karaktert nem hoznám, mert hogy ugye level 1-es. Olyan, mint a PUBG első 3 kör, mert azóta se. Hát ebbe a ez a játék, ha játszol, kb. Csak nyersz, nem? Ja. Ja, nem PvP, csak harcolunk azért, hogy hanyadik helyen vagyunk. Tehát jól kell teljesíteni, és akkor hatalmas utalmak. El is nyomtam az ultit. Megy. Megy. Jaj! Semmi gond. Az első játékos, az úgy nyomja keményen. Kellett volna, jaj, édes Istenem. Milyen jó, mindenki meglökdösött, és így lettem utolsó.
És itt az elsőnek miért nem volt sebessége? Ez gyanús, hogy most a botokkal játszunk, nem? Jézus! Ez itt most nem tudom, valami autószex volt, vagy nem tudom. Jó, ez amúgy most úgy érződik, mint hogyha megint botokkal lennék. Ja, ezek botok, srácok. Ha nagyon könnyen kiderítetted, ha nyomsz egy eszket és mennek tovább, akkor botok. Ezek nekem botoknak, hát ott van, Elgátó. Ezek olyan nevek voltak, mint akikkel játszottunk. Tehát, hogy megint, tehát hagytak győzni, botok. Jó. Köszönöm úgy, Krappa, tényleg, hogyha nyomunk egy eszket, akkor lehet megállnak. Nem is tudom. Srácok, ne ragudjatok, de nekem lehet akármilyen jó ez a játék, hogyha úgy van megírva, hogy szétszivatnak a botok, és kétszer vagy háromszor gyorsabbak nálad, és a végén meg hagynak megelőzni, tehát hagyják, hogy beérje a hagyjat, hogy megelőzöd őket, hogy beérje a célba, én azt mondom, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek, ez nem szórakoztató, az meg, hogy nem lehet kipróbálni a PvP-t, csak mászni lehet a létrát, hát meg szintén botokkal. No. Amúgy tetszik. Tehát jók a pályák. A pályák szerintem iszonyatosan jók. Az is király, hogy lehet Disney és Pixar hősökkel nyomni. Az indokolatlan farmolós díj az nekem szintén nem tetszik, de hát ezek ilyen játékok. Úgyhogy ha lehetne jól playerek ellen játszani, vagy nem egy ilyen nagyon rossz AI ellen, akkor akár még jó is lehetne a játék. Az, hogy háromféle fizető eszköz van, és karaktereket farmolni, kell farmolni, nekem egy kicsit elrettentő, de mondom, ez egy ilyen zsáner, valószínűleg ennek ez áll jól, hogy ilyen shard farmolás, karakter szintezés, ulti fejlesztés, állokkolás, kis tuningolás a kocsin, ami amúgy nem ér semmit, mert csak az számít, hogy ki van a csapatodba, tehát kit választ a scrutásnak, akikhez szintén shardot kell szerezni. A kampányban az a jó, hogy lehet farmolni a fejlesztő cuccokat, vagy a karakterfejlesztő cuccokat, vagy a crewfejlesztő cuccokat, esetleg kinézetet úgymond a kocsithoz, meg új karaktered is lehet, például ez király. Csak így az alapjai. Nem. Én úgy emlékeztem, hogy az aszfalt játékok azok nagyon jó játékok. Mondjuk nem játszottam az újjal, ami egetrengető és
és állkapocs lejtő, vagy állejtő, nem játszottam. Az 1, 2, 3, talán még a 4 is rémlik, azzal szerettem játszani, de lehet, hogy akkor nem vettem azt észre, hogy akkor is ilyen volt az AI. De ez szörnyű, ami itt van. A játék mellett valóban jó az újabb aszfalt játékok esetében, az életi modelljük bonozamas. Nagyon jó, nagyon látványosak itt a pályák, tehát már csak azért is szívesen játszanék vele, mert iszonyatosan látványos a pálya. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg tök jó zenék lehetnek a... így a meccseken, csak ugye be van nyomva a streamer mód. Hát figyeljetek, ingyenes a beta, még hogyha zárt is, kértek hozzáférést, azonnal kaptok a Steamen. Ha nem zart titeket az, hogy ilyen az AI, akkor have fun, nyomjátok!